Ismét megmutathatták tehetségüket fiatal művészeink az egyetem berkeiben. Egy lakástakarékpénztári társaság, az Amadeus Művészeti Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara közös szervezésben hirdetett alkotói ösztöndíj pályázatot festő és szobrász hallgatók részére. Az impozáns alkotások közül a zsűri végül 6 munkát jutalmazott kis alkotói ösztöndíjjal, míg a nagy alkotói ösztöndíjat legkiemelkedőbb szobraiért Gevicser Endre kapta. A festőművészek közül Szerdi Gábor érdemelte ki az elismerést. A pályamunkák május 19-éig tekinthetők meg a Nádor Galériában.